Csak nem 13 milliárd forintból épül meg az ország legik legnagyobb wellness központja Miskolcon. A Miskolc tapolcai strand fejlesztésének második üteme egy valósággá vált álom a vendéglátásban dolgozóknak. Több szálloda és étterem is új fejlesztéseket tervez a környéken, aminek köszönhetően új munkahelyek is létrejönnek gyakorlatilag a kapacitását több mint duplájára szeretnénk növelni. Számítógépen mutatja a Kikelet Hotel látványterveit a szálloda értékesítési igazgatója. 2500 négyzetméterről, mintegy 5000 négyzetméterre szeretnék bővíteni az alapterületet. Itt van a Erre rájön kettő szint. A nagy fejlesztés az egész szállodát érinteni, ezért az átalakítás idejére be kellene zárni a hotelt. A tervek szerint a munka 2020-ban kezdődne. Van igény a magasabb kategóriájú szálláshelyre, és értesültünk, hogy Tapolcán nagymértékű beruházás lesz a turizmus irányába, és ezért szeretnénk mi is bővíteni. A Miskolc-Tapolcai strand fejlesztésének második üteme nem csak a kikelet hotelnek egy valósággá váló álom. A fejlesztést szeretnénk, szeretnénk még 8-10 szobát mindenképpen. A székely kúria körülbelül egy éve nyitott meg Miskolc tapolcán a leendő fürdőkomplexum közelében. Az ügyvezető azt mondja, nyáron nagyon sokan érkeznek hozzájuk, de télen csökken a vendégforgalmuk. Abban bíznak, hogy az egész évben nyitva tartó wellness központ több turistát csalogat majd Miskolc tapolcára a hidegben is. Mi ezt a fejlesztést nagy örömmel vettük tudomásul. Örülünk neki, szerintem minden egyes vállalkozó itt Tapolcán ezt mondhatja el magáról, sőt a városban is. Hát vannak olyan gondolataink, hogy érdemes dolgozni, érdemes továbbfejlődni, a szállásunkat, szállás részünket szeretnénk tovább fejleszteni. A Miskolc-Tapolcai strand fejlesztésének második üteméről Kriza polgármester közleményben azt írta, a futurisztikus fürdőkomplexumban nyolc beltéri és két kültéri medencét álmodtak meg a tervezők. Az új létesítmény szerves egységet alkot majd a strandfürdő 2015-ben átadott első ütemével. Az államberuházás 2019-2020 során valósulhat meg a kormány döntése alapján 12,7 milliárd forintból. Az ország egyik legnagyobb wellness központja a nemzetközi fürdővilág elitjébe emeli majd be Miskolc-Tapolca nevét, és egyedülálló kínálata lesz a magyarországi turizmusnak.